Kész. Na már igazíts meg a frizurám, így. Jó? Mondjuk így, hasonlít? Igen. Hullik is. Hogyan öltöz youtubernek? Ezt a sorozatot indítom útjára Varrusszal. Szia! Megtiszteltetés. És hát nem tudom, hogy kitaláljátok-e, de így Varrus klón szeretnék most lenni, és ebben nekem Varrus fog segíteni, hogy ezt kialakítsuk. Egyébként Norbival nem csak ezt a videót forgatjuk le, hanem a gasztro csatornámon ehető csótányokat fogunk készíteni, úgyhogy ide kattintva nézzétek meg azt a videót is. Illetve Norbi csatornájára pedig a csótányos videóhoz kapcsolódóan egy ízelt lábak, nem, konkrétan ehető rovarok. Ehető rovarokról fog készíteni, hogy mi a különbség a, egyébként azt is biztos elmondod, hogy a rovar meg a bogár között, mert egyébként én ezt se tudtam. A bogarak a rovarokon belül vannak, és igazából ez akkor, ennek akkor van értelme, hogy ha fölrajzolsz egy fejlődési fát, mint egy családfát, akkor a bogarak lényegében egy rokonsági kör, és nekik van ez a kemény szárnyfedőjük, ami más rovarcsoportra nem jellemző, mert erre őket felismeri. Egyébként most már én is tudom, mert mielőtt elkezdtük, ugye megbeszéltük, hogy hogyan fogjuk ezt az ehető csótányokat ezt leforgatni, akkor fölmerült ez a kérdés, hogy a csótány nem bogár, meg miért nem, és akkor most már én is tisztában vagyok, hogy vannak a rovarok, vannak a bogarak. De ezt akkor fogom megmagyarázni nektek, ha már én is úgy fogok kinézni, mint Varrus, úgyhogy vágjunk bele a te klónod elkészítésébe. Segítségünkre lesz ez a pulóver, amit fél éve itt felejtettem a stúdióban. Az forgatás, közös videónk forgatásakor felejtetted itt. Úgyhogy ezt akár fel is vehetem rögtön, nem? Persze. És hogy tudtad nélkülözni ezt fél évig, ezt a kardigánt? Van kettő másik. És lesz egy segítségemre egy paróka, vagyis hát még erre is szükségetek van, hogyha beszeretnétek öltözni Varrusnak. Hát ilyen kardigánt, szerintem a legjobb, hogyha neked van ilyen logós pólód, nem? Igen. Na, azt, hogyha megveszitek, akkor úgy a legjobb, hogyha úgy öltöztök be Norbinak. Hát a hajháló. Hajháló? Próbáljuk meg, nem tudom, hogy elég gyenge a hajháló. Ja, vagy ez szerinted a paróka alá kéne tenni? Alá, azért, hogy összefogja a hajadat, ne lögjünk el róla. Jó, rendben, oké. Okay. Elég gyenge, úgyhogy nem tudom, hogy lesz-e értelme. Nem tudom, jó, én életemben nem csináltam még ilyesmit, úgyhogy... Nem, mert itt úgyis az útmutatás a lényeg, hogy hogyan öltözhettek ti. Nem akarom. Youtubernek. Tönkretenni. Hát így mondjuk. Nem, az a baj, hogy... Ennek így nincs értelme, akkor van értelme, hogyha be tudom alá rakni a hajadat. A parókán kívül egyébként majd szükségetek lesz egy bajuszra is. Elég sokféle formát hoztam, hogy ezt ki tudjuk majd választani ebből a megfelelőt. De kell egy olló is, mert majd ebben lehet fazonírozni a parókát. Illetve még hoztam egy fekete szemceruzát is. Ennél jobb már nem lesz, úgyhogy... Úgyhogy vegyük fel a parókát? Vegyük fel a parókát. Nek szerinted van eleje meg hát? Ugyan? Kell, hogy legyen. Nagyon kísértetiesen olyan, mint az enyém egyébként. Nagyon kísértetiesen olyan, mint én. Figyelj, így teljesen. Nem is változtam semmit. Nem, semmit nem változtam. Igen, jó, ez jó lesz. Oké. Okay. Lássuk. Na, és eltakaródott a rendes hajam? Majdnem itt még itt van. Szerintem lehet, hogy nem jól raktuk föl. Nem. Szerinted? Igazából nem is kell levágnom, az én hajam az alapból így. Azt hiszem, hogy olyan egyszerűnek tűnik, hogy beöltözik az ember Varrusnak, de nem, nem annyira egyszerű. Jó? Mondjuk így, igen. Hullik is egyébként. Hogyha hasonlítok már, akkor jöhetnek a lájkok. Na és akkor most válasz ki létszeres, hogy melyik bajusz típus. Azt gondoltam, igen, hogy a szemöldökömet meg lehet erősíteni. Vagy összekötni. Vagy összekötni. Kizárásos alapon én azt mondanám, hogy ezt kizárjuk. Na jó, vegyük ki. Vegyük ki. És akkor meg tudjuk mutatni a nézőknek is. Ott. Szavazzatok, hogy az A sor hányadik, vagy B sor hányadikat raknátok fel. Írjátok meg kommentben. Mutasd csak. Vagy ez? Elég komoly. Igen, nem, tehát ezeket én... Nem, nincsen felszegés. Igen, ezeket kizárnám, vagy ezeket talán... Ezt rövidebbre vágva, nem? Szóval így... Így ő. Mutasd, én rápróbálom, és akkor méretre vágom. Egyébként tökre jó. Egy nagyon-nagyon picit hosszú talán. Levágunk egy picit. Szóval, hogyha ilyen bajusz... pótbajuszokat vesztek, akkor
a B sornak a legalsó, a oszlopnak. Bandita nevű, vagy B oszlopnak a legalsó darabját használtak a bandita. Fantázia névre hallgató bajuszformát. És abból egy picit kell faragnotok, hogy pontosan olyan mintája legyen, mint Varusz bajuszának. Mióta vagy bajuszos? Soha nem volt teljesen levágva. Jó, de azért gondolom nem gyerekkorban. Nem gyerekkorban, de előbb-utóbb észrevettem, hogy ahogy ez nő, és akkor úgy maradt. Nem vállok semmiféle felelősséget. Kész. Jó, kész. Kicsit ferdelet, nem? Mondod, nem vállok felelősséget, egy garanciát. Jó, és akkor még meg kéne csinálni a szemöldökömet, és akkor gyakorlatilag így kell Varusznak öltözni. Tényleg más sminkeltél valakit? Nem. Hallói? Na, jó. Az vagy balkezes vagyok, és nem nagyon írem el ezt a szemedet így. Őszinte részvétem. És miért? Mint két tikertestvér olyanok. Igen, őszinte részvétem, mert egyre szemöldököt kaptam. Tádám! Így öltözzetek youtubernek, így öltözzetek Varusznak. Ennyi, most már megadtuk a receptet hozzá, úgyhogy ha ti is elkészítitek, akkor feltétlen mutassátok meg nekünk Instagramon, tegeljetek be rajta minket, nekem Csorba Anita a felhasználó nevem, neked pedig Varusz. Varusz meglepő módon, és használjátok a Merj Alkotni hashtaget. Most pedig kattintsatok át, és nézzétek meg gasztro csatornámon, hogy hogyan is készítjük el az ehető csótányt. Nem szabtuk. Formára a hajad. Igazából nekem nem. Az a, arról híres az én hajam, hogy nincsen semmi, nincsen semmiféle formája. Tehát, ha így csinálsz, akkor igazából jó lesz. Teljesen jó. Dobjatok egy lájkot a videóra, ha tetszett, és iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok, szép napot! Fülbevaló mondjuk, kicsit kilóg. Hello.